Mivel a járványveszély mértéke érdemben csökkent, az óvodák és a bölcsödék a megyékben május 25-től, a fővárosban június 2-től visszatérnek a normális működési rendhez. Ezzel a bejelentéssel kezdte szerda esti nyilatkozatát Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az oktatási nevelési intézmények további működéséről. A koronavírus március elején megjelenését követően az ország óvodái egyáltalán nem fogadhattak gyerekeket, néhány héttel később pedig úgynevezett ügyeleti rendszer állt fel. Mindez azt jelentette, hogy a szülők csak munkáltatói igazolás bemutatásával hagyhatták ott gyermekeiket az óvodában. A jövő héten azonban ennek a korlátozásnak is vége. Hétfőtől újra teljes kapacitással és a korábban megszokott munkarend szerint működhetnek az intézmények. A fenntartók ezekben a napokban kötelesek írásban eljutatni a vezetőkhöz azokat az óvintézkedéseket, ajánlásokat, amelyekkel biztosítható a gyerekek egészsége. A nyíregyházi Eszter Lánc északi óvoda intézményvezetőjétől megtudtuk, a dolgozók felkészültek arra, hogy újra nagy létszámban fogadhassák a gyerekeket. A higiéniai szabályokat be szeretnénk továbbra is tartani, ugye? Ezek nagyon fontos tényezők, ezért nekünk, mint vezetők is, tagintézményvezetőkkel össze kell ülnünk, hogy azért nagyon figyeljünk arra, hogy a továbbiakban se történjen semmi probléma, viszont olyan dolgokat még szeretnénk, hogy ahogyan a kedves szülők hozzák az óvodás gyerekeket, továbbra is egy kedves kis óvónéni vagy dajkanéni vegye át a gyereket, és a megszokott előző napokhoz viszonyítva, egy fertőtlenítő törölközőn állva, átadja a gyereket, az óvónéni átöltözteti a dajkanénivel, és úgy megy a csoportban. Ezt nagyon szeretnénk betartani, mert úgy vettük észre, hogy akkor így még jobban lehet rendet tartani, fertőtleníteni, és a fertőtlenítés továbbra is szeretnénk, hogy egyre sűrűbben történjen, és azt gondolom, hogy semmi különösebb probléma nem lesz. Nagy terekkel rendelkezünk az óvodában, csoportszobá, udvaron tudunk a gyerekekkel már játszani. A kormány rendelkezett arról is, hogy az intézmények a nyár folyamán legfeljebb 2 hétre állhatnak le. Erre amiatt is szükség van, mert az elmúlt időszakban nagyon sok szülő vette már ki előre nyári szabadságát azért, hogy a veszélyhelyzet idején is vigyázni tudjon gyermekére. Az elmúlt évek nyaraihoz képest ezért aztán több gyermek várható a következő hónapokban az óvodákban, erre is fel kellett készülniük az intézményeknek. Március 16-ától időarányosan a szabadságokat az óvodapedagógusok, a dajkanénik is kivették, tehát mi számítottunk arra, hogy bármikor nyitás történik, az óvodapedagógusok, dajkanénik, pedasszisztensek, segítők, mindenki munkába fog tudni állni. És nem jelent problémát, a szervezés itt van a kis kezünkben, tehát terveztük, mi erre számítottunk. Sőt, még arra is számítottunk, hogyha esetleg nem lesz lehetőség takarításra, 4 héten át nagyon becsületesen, nagyon alaposan, szinte még festésekbe is kezdtek az óvónénik, a dajkanénikkel, szülőkkel. Az intézményvezető hozzátette, az elmúlt hetekben folyamatosan nőtt a gyerekek száma az óvodában, a bejelentés óta pedig egyre több hívás érkezik a szülők részéről. A közeljövőben egyébként várhatóan a legtöbb óvoda szakít azzal a hagyománnyal, hogy életkor alapján csoportosítja a gyerekeket. A hangsúly inkább azon lesz, hogy egyforma létszámban legyenek az egyes csoportszobákban.